Második lett Nagy Bettina. A Föld napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatnak a nyertesei vették át az elismeréseket a Bátaszéki Gondozási Központban megtartott ünnepségen. Az ovisoknak és az általános iskolásoknak szóló versennyel az volt a célja a szervezőknek, hogy a rajzokon keresztül a gyerekek bemutathassák, hogy hogyan lehetne megóvni a bolygónkat, hogy minél tovább élhető helye legyen az emberiségnek. Regina segített nekem, ezért lett olyan szép a Föld rajzom. A nyár, a tél, az ősz meg a tavasz. A gondozási központnak ez volt az első ilyen jellegű kezdeményezése. Április 22-én volt a Föld napja, és ennek ürügyén egy földnapjás rajzpályázatot hirdettünk. Három kategóriában voltak a legkisebbek, az ovisok, az alsós, illetve a felsősök. Többnyire bátaszéki gyerekektől kaptuk a pályázatokat, a pályaműveket, azonban voltak pörbölyek is, úgyhogy aki látta felhívásunkat, beadhatott rajzot. 61 darab pályázat érkezett be a meghirdetett versenyre, amiket egy három főből álló szakmai zsűri bírált el. De nagyon-nagyon szép és színes rajzok érkeztek, különböző technikával, Aper 4-es méretben, úgyhogy nagyon ügyesek voltak mind az ovisok, mind a három kategóriában lévők. Mindegyik kategóriában van egy első, egy második és egy harmadik helyezett, és vannak külön díjasaink egy-egy-egy, és hát különböző írószereket kapnak, illetve édesség. A gondozási központ hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a versenyt, a jövőben különböző témákban folytatni szeretnék a megkezdett tradíciót.